bepillantunk abba a panzióba, amelyikbe rendszeresen meg szokott állni a Tiborunk, és még sokan mások is. Hogy a mi Sándorunk mit tud itt hétről hétre varázsolni. Jaj, amár a varázslást említem, ugye mindenki rendszeresen visszajár a panziónba. Még várja! Igen. Hogy ez egy különleges nap, minden hónap utolsó péntekén arra van mód, hogy mindenki valami olyat mutasson, amit különben nem szokott. Ugye emlékeztek, amikor ő énekelt nekünk, ugye? Ugye emlékeztek? Nagyon jó volt. Csak amatőr produkcióval lehet fellépni. Mondta, hogy ez is az lesz. Aki Tiborral már találkozott, az tudja, hogy amúgy valami építkezése, művezető, vagy mi? Építkezésvezető? Építkezésvezető. De nekünk most minden. Csak tudjuk, hogy jó vendég, visszajáró vendég, és... Addig esetleg, bocsánat, csak így küldtek a virágostól, hogy esetleg, ha valaki a partnerével jött, és 500 forintért venne egy cukorvirágot, akkor azt nálam lehet, hogy nem tudom, nem akar a hölgynek egy virágot. De akar. De a válaszom, amelyik ezért, remélem, hogy én adjam. Köszönöm szépen. Valaki virágot, esetleg a barát. Neki is mindenki tudok egy virágot az első sorban. Hát hol? Köszönöm. De nem zavarom, már készen van? Nem, a készen van már, nem. Veszik magát a virág. Veszik át. Feleségének viszi, ugye? Nem. Mondtam, hogy elfogadtál? És akkor most... Nem tudom. Szóval most következik! 53-as! De igaz? Szánszél a környékszögesítés.
csinálj egy papa. Akar még virágot? De. Magán, hozzál ide. Mondja még. Nézzel, ez lassan a műsor része.